Prva Timoteju 2 od 8 do 14. Első Timóteus, második rész. Első. Tehát első Timóteus, második rész a 8. verstől. Hoću dakle, da se muškarci mole na svako mesto, podižući svete ruke bez gneva i prepiranja. Hoću da se žena oblače skromno, s pristojnošću i razboritošću, da se ne kite pletenicom i zlatom ili biserima ili skupom odećom, nego dobrim delima, kao što priliče ženama koje se drže pobožnosti. Neka žena uči u miru, potpunoj počinjenosti. Žene ne dopuštam da uči muškarca, niti da ima vlast nad njim, nego da bude mirna. Jer prvo je stvoren Adam, pa onda Eva. I nije Adam bio zaveden, žena je bila zavedena i učinila prekršaj. Tato njocadik verstől. Tehát azt akarom, hogy imádkozzanak a férfiak mindenhol, amikor imádkoznak és felemelik a kezüket, szentek legyenek. Ne legyen a szívükben harag vagy neheztelés. Az asszonyok és leányok pedig úgy öltözzenek és ékesítsék magukat, hogy az ne legyen kihívó vagy feltűnést keltő. Ne a különleges hajviselettel, aranyékszerekkel, gyöngyökkel vagy drága ruhákkal igyekezzenek ékesíteni magukat, hanem azzal, hogy Istennek tetsző dolgokat tesznek. Mert ez illik azokhoz, akik azt mondják, hogy az Istent imádják. Az asszonyok és a lányok a helyükön maradva csendbe hallgassák a tanítást, így tanuljanak és készségesen engedelmeskedjenek. Nem engedem meg nekik, hogy tanítsanak, sem azt, hogy uralkodjanak a férfiakon. Inkább viselkedjenek csendesen. Miért mondom ezt? Mert Isten Ádámot teremtette először, és csak azután Évát. De kolyik sztiha? 14. Még akkor még egyet elolvasok. Nem Ádámot csapta be a kísértő, hanem az asszony, aki emiatt vétkezett. Hoću dakle ili želim da se muškarci mole na svako mesto. Tehát azt akarom, hogy a férfiak imádkozzanak mindenkor, minden helyen. Svako ponešto za muškarce i za žene. Tehát minden van a férfiaknak is valami és a nőknek is. Mole na svako mesto, to uključuje molitveni sastanak. Tehát imádkozni minden helyen az ima órának a helyét is magába foglalja. Podižuće svete ruke bez gneva i prepiranja. Tehát úgy emeljék fel a kezüket, hogy ne legyen a szívükben harag vagy neheztelés. Svete ruke. Szent kezek. Da vam postavim jedno pitanje, ukoliko ne živimo svetim životom, ima li smisla dizati ruke u molitvi? Feltennék egy kérdést, hogyha nem tudunk felemelni szent kezeket, akkor van-e értelme annak, hogy imádkozunk? Koje ruke dižemo u molitvi, pa i u slavljenju, svete ili licemerne? Milyen kezeket emelünk fel, amikor imádkozunk, szenteket vagy képmutató kezeket? Podizanje ruku označava predanost ili posvećenost Bogu. A kezek felemelése annyit jelent, hogy oda szenteljük magunkat, vagy átadjuk magunkat Istennek. Ti me pokazujete da ste svoj život posvetili njemu. És ezzel azt mutatjuk meg neki, hogy a mi életünket oda szenteltük neki. Živite za njega. És érte élünk. Verni ste njegovim zapovestima. Hűek vagyunk a parancsolataihoz. Samo da li je to tako u praksi? De így van-e ez valójában a gyakorlatban is? Kao što smo u tinejdžerskim danima živeli za svoje muzičke idole, recimo. Úgy, mint például, amikor tinédzserek voltunk, akkor a mi zenei bálványainkért értünk. Svete ruke. Szent kezek. Šta znači sveti, kako živeti svetim životom? Mit jelent az, hogy szent, vagy szent életet élni? Čuli se taj izraz svet. Hallottátok ezt a kifejezést, hogy szent. U prvoj Petrovoj od 1 od 13 do 16 Peter govori o tome kako živeti svetim životom. Prva Petrova 1. Az első Péter első részében. Od 13 do 16. 13-tól 16-ig ír arról, hogy hogyan élhetünk szent életet. Tamo možete naći odgovor na to. Nećemo sad otvarati. Itt megtalálhatjátok erre a választ, de most ezt nem fogjuk megkeresni. Svet, kao što znate, znači odvojen za neku posebnu svrhu ili namenu. A szent annyit jelent, hogy el van különítve valamilyen különleges célra vagy szándékra. Én ez a neki poszeben cíl. Tehát egy különleges célra. Viste csúli zóvú definíció svetosztél, tako? Biztosan már hallottátok mindannyian a szent szónak ezt a definícióját.
odvojen za neku posebnu svrhu. Elkülönítve egy különleges célra. A šta nam to govori o svetosti? De mit mond ez nekünk a szentségről? Pa ništa. Semmit. Sama definícia šta nam govori? Maga a definíció nem jelent semmit. Vidite, u ovoj definíciji imate dve reči, odvojen i svrha. Ebben a definícióban két szó van, az, hogy elkülönített, és hogy egy célra. U čega su mi to odvojeni? Mitől vagyunk elkülönítve? Jednom reči, od života koju smo vodili, dok smo pripadali svetu. Attól az élettől, amelyet éltünk, amikor még a világhoz tartoztunk. Svet funkcionise bezbožno i grešno. A világ istentelenül és bűnösen funkcionál. I mi smo nekad bili deo toga. Valamikor mi is ennek a részei voltunk. E sad Bog je izlučio da me odvoji od toga. De Isten eldöntötte, hogy minket elválaszt ettől. Tako reči, preneo menja njegovu stranu. És átvitt minket az ő oldalára. Ne živim više kao što sam živeo. Nem élek úgy, ahogyan eddig éltem. Dal mi je novi život. Új életet adott. Kojim više ne vlada svet. Ami most már nem a világ ura engem. Bezbožnost i grešnost. És nem az istentelenség és a bűn. Živeo sam za svet, sad živim za Boga. Eddig a világnak éltem, de most már az Úrnak, az Istennek élek. Prešao sam sa jedne, tako reći, na drugu stranu. Az egyik oldalról átjöttem a másik oldalra. Ali između te dve strane postoji jedna ogromna barijera. De ez a két oldal között egy hatalmas akadály van. Zato što Bog ne želi da se vracamo na staro. Isten nem akarja, hogy visszatérjünk a régire. Nekad smo iskušenju da se vratimo, tako. Néha van kísértésbe esünk, hogy visszatérjünk a régire. Što smo dalje od toga, sve smo više sveti. De minél messzebb vagyunk tőle, annál szentebbek leszünk. Podižući svete ruke bez gneva i prepiranja. Tehát szent kezeket felemelve, harag és neheztelés nélkül. U molitvi nema mesta za gnev i prepiranje. Az imádságban nincsen helye a haragnak és a neheztelésnek vagy vitának. Ó, Bože, nekak grom spali. Tehát Istenem, add, hogy belecsapjon a villám. Vidite, mi to dižemo svete ruke, mi dižemo ovako ruke, stiskamo šaku. Ahelyett, hogy szent kezeket emelnénk fel, mi az öklünket emeljük fel. Molitva nije tu da bi izrazili gnev prema nekome. Az imádság nem arra szolgál, hogy valaki felé a haragunkat fejezzük ki. Niti da bi se sukobili s nekim i pljuvali na nekoga. Nem is arra, hogy valakivel összetűzésbe kerüljünk és rosszakat mondjunk róla. Molitva je usmerena ka nečijem spasenju, Bože spasi ga. Hanem az imádság arra szolgál, hogy valakinek az üdvösségét szolgálja, hogy Istenem, mentsd meg őt. I zamislite molitve za Nerona u to vreme. Képzeljétek csak el az imádságot Néróért abban az időben. I ne bi se čudio da su ga mnogi u molitvi proklinjali. Nem csodálnám, ha olyanok is lettek volna, akik az imádságukban átkozták volna őt. I poželili mu sve najgore. És mindenféle rosszat akartak volna neki. Molitva nije mesto za to. De az imádság ez nem erre szolgál. Molitva je mesto za nečije spasenje. Hanem arra, hogy valakinek az üdvösségére legyen. 8. 9. i 10. stih. Tehát a 8., a 9. és a 10. vers. Hoću da se žene oblače skromno. S pristojnošću i razboritošću. Da se ne kite pletenicama i zlatom ili biserima ili skupom odećom. Nego dobrim delima, kao što priliči ženama koje se drže po božnosti. A 9. és a 10. vers. Az asszonyok és leányok pedig úgy öltözzenek és ékesítsék magukat, hogy az ne legyen kihívó vagy feltűnést keltő. Ne a különleges hajviselettel, aranyékszerekkel, gyöngyökkel vagy drága ruhákkal igyekezzenek ékesíteni magukat, hanem azzal, hogy Istennek tetsző dolgokat tesznek, mert ez illik azokhoz, akik azt mondják, hogy az Istent imádják. És ezt kad bi išli po slovu zákona? Hogyha most a törvény betűje szerint járnánk el, kad bi se bukvalno pridržavali svake reči koje ovde piše, hogyha minden szó szerint tartanánk be, amit itt ír, onda bi se žena trebali skinuti sve zlato, svo bisere i svu skupu odeću. Akkor az azt jelenteni, hogy a nők nem viselhetnének semmilyen ékszert, semmilyen drága ruhát, vagy semmilyen különleges frizurát.
Ali mi nećemo ići po slovu zakona, već po duhu zakona. De nem a törvény betűje, hanem a lélek szerint fogjuk ezt most. Drugim rečima, objasnit ćemo šta ovaj odeljak znači. Megmagyarázzuk, hogy mit jelent ez a rész. Ukoliko želite biti kao svet, budite kao svet. Ha olyanok akarnátok lenni, mint a világ, akkor legyetek olyanok. Budite kao Madonna. Mint a Madonna például. Svet funkcioniše na taj način. A világ így működik. Ako želite biti svet, budite kao svet, ako želite biti hrišćanke, budite kao hrišćanke. Tehát ha olyanok akartok lenni, mint a világ, legyetek olyanok, de ha akartok olyanok lenni, mint a kereszténynők, akkor legyetek olyanok, mint a kereszténynők. Možete sa jedne strane biti arogantni, paradirati svojim novcem, nakitom, odećom. Tehát egyrészt lehettek olyanok, akik parádéznak, dicsekednek az ő pénzükkel, vagy kinézetükkel. Ili sa druge strane možete biti žena dobrih dela. Vagy pedig a másik oldalról lehettek olyan nő, aki a jó cselekedetek díszítenek. Zlato, biseri, odeća, ili problem u tome? Valójában az aranyba, a díszítésbe, vagy az öltözködésbe van a probléma? Pa nije. Nem. Ali sve to ne krasi jednu pobožnu ženu. De nem ezek kell, hogy díszítsék az istenfélő asszonyt. Nju krasi dobra dela. Őt a jó cselekedetek kell, hogy díszítsék. Vidite, nama muškarcima su takve žene privlačne. Da vam odam jednu tajnu. Egy titkot árulok el, a férfiaknak ezek a nők vonzóbbak. Nemojte skidati skupu odeću sa sebe, nakit, bisere. Nem muszáj, hogy levegyétek magatokról a drága ruhát vagy az ékszereket. Ali nemojte s tim doći u crkvu da privučite pažnju i da pogledi budu usmereni ka vama. De ne úgy tegyétek ezt magatokra, és jöjjetek a gyülekezetbe, hogy ezzel magatokra vonjátok a figyelmet. Oblačite se skromno i trezveno. Öltözködjetek szerényen és józanul. Ne otkrivajte previše svoje telo. Ne fedjétek fel túlságosan a testeteket. Žena treba da bude uredna, a odeća prikladna. Tehát a nő rendezett kell, hogy legyen, és az öltözete tisztességes. Ja volim kad je žena uredna. Nekem tetszik, amikor egy nő rendezett. Volim kad se lepo obuče, kad ima lepo frizuru. És hogyha szépen felöltözik, és szép a frizurája. Vidite, svet se ukrašava na jedan način, a hrišćanka na drugi. De figyelembe kell vennünk, hogy a világ egy bizonyos féleképpen öltözködik, és a keresztények pedig másképp. Dobra dela priliče pobožnim ženama. A jó cselekedetek illenek az istenfélő asszonyokhoz. To je malo nesvatljivo modernim hrišćankama. Ez egy kicsit érthetetlen a modern kereszténynőknek. Mama to više razume, ono vreme to je bilo sasvim normalno. Tehát ez a anyukám idejében teljesen normális volt, ezért ő ezt jobban érti. Vidite, vi dobrim delima pokazujete dobrotu. Ti a jó cselekedeteitekkel jóságot mutat. Dobra derla imaju za cilj da nekom bude dobro. A jó cselekedetek arra szolgálnak, hogy valakinek jót tegyetek. De takva žena je dragocena i u Božim očima. És az ilyen nő az Isten szemében is kedves. O tome čitamo u 1. Petrovoj 3. Erről olvasunk 1. Péter 3. részében. Od 1 do 4, ne morate otvárati. Az 1-től a 4. kig való versekben. Taj odeljak pokazuje šta Bog vredno je kod žene. És ebben megtalálhatjuk, hogy mit értékel Isten a nőben. Svet vredno je pompu, glamur, bogatstvo. A világ, a pompát, az ilyen csillogást, a gazdagságot azt ünnepli. Ne znam da li je razumljivo ovaj odeljak. Nem tudom, mennyire érthető a számotokra ez a rész. Vidim, da ste svi prikladno obučene. Látom, hogy mindannyian tisztességesen vagytok felöltözve. Uredne. És rendezetten. Ne bi vas menjao ni za 1000 najlepše žena na svetu, to sigurno. Nem cserélnélek le benneteket 1000 legszebb nőért a világ, akik a világban vannak. Nastavit ćemo dalje, ali korak po korak, od 11. do 15. stiha 1. Timoteve 2. Tehát folytatjuk az első Timóteus második részének stihovikai. Od 11 do 15. 11-től 15-ig. Neka žena uči u miru. Az asszonyok és a lányok a helyükön maradva csendben hallgassák a tanítást. Kakve veze ima učenje i mir?
milyen köze van egymáshoz a tanításnak és a csendben levésnek? Pa dok traje nastavu razreduje mir, zar ne? Tehát amíg az iskolában egy órán tart az előadás, addig csend van. Galami se na velikom odmoru, jel tako? A nagy szünetben akkor már lehet kiabálni. Ali dok traje čas, onda čutimo, slušamo i učimo. De addig még tart a Biblia óra, addig hallgatunk és csendben vagyunk, figyelünk. Ženi ne dopuštam da uči muškarca, niti da ima vlast nad njim, nego da bude mirna. Nem engedem meg nekik, tehát az asszonyoknak, hogy tanítsanak, sem azt, hogy uralkodjanak a férfiakon. Ova rič mirna je nešto poput, kako bi rekao, prestanka nečega. Tehát az, hogy csendben, az a szó azt is jelenti, hogy valaminek a vége, tehát valami megszűnik. Kao kad profesor, recimo, u razredu kaže, sad ćemo se stišati jer nastava počinje. Mint például, amikor a tanár az osztályba azt mondta, hogy most el fogunk csendesedni, mert kezdődik az előadás. E sad žena bi se mogla pitati, zašto ona ne bi mogla da uči? És akkor megkérdezhetik a nők, hogy ők miért nem taníthatnak. Pa ja znam Bibliju mnogo bolje od nekih muškarac. Lehet, hogy azt mondják, hogy én sokkal jobban ismerem a Bibliát, mint egyes férfiak. Iz kog razloga mi se ne dopušta? Zašto bi muškarac imao vlast nada mnom? És miért nem szabad ezt nekem tennem? Miért kell, hogy a férfi uralkodjon felettem? Zašto ja ne bi mogla biti vođa, recimo? Miért nem lehetek én vezető? Kako je to poniženje za mene kao ženu? Milyen megaláztatás ez a számomra, mint nőnek? Tišina. Csend. Zašto? Zato što je nastava u toku i ne treba da se prekida. Tehát azért van csend, mert folyik az előadás, és nem kell megszakítani. Pavle vas želi nečemu naučiti. És Pavle ezzel valami meg akar bennünket tanítani. Da vam da instrukcija, ne da vas ponizi kao žene. Nem azért, hogy megalázza a nőket, hanem azért, hogy utasításokat adjon. U to vreme, u toj crkvi, bile su žene koje su non-stop prekidale propoved. Abban az időben, ebben a gyülekezetben voltak olyan nők, akik állandóan beleszóltak és megszakították a prédikációt. Jer prvo je stvoren Adam, a ne Eva. Először Ádám lett teremtve, és azután Éva. I nije Adam bio zaveden. És nem Ádám lett félrevezetve. Žena je bila zavedena i učinula prekršaj. Hanem az asszony lett félrevezetve, és ő vétkezett. Ali ovom bi se moglo malo raspravljati, jel tako? De erről lehetne vitatkozni, ugye? Ilyet ovaka pod pitanje prekidaju propovedi, prekidaju nastavu. De az ilyen mellé kérdések, azok megszakítják a prédikációt, vagy az előadást. A vidite, Pavle je rekao to što je rekao, i tu nema prepirke. De Pál megmondta, amit megmondott, és itt nincs helye vitának. Nastavnik je rekao da su 2 i 2, 4, tu nema prepirke. A tanár, ha megmondja, hogy 2 plusz 2 az 4, akkor itt nincs helye vita. Naravno, mi smo pod uticajem američkog feminizma, koji je sve ovo izmenio. De mi az amerikai feminizmusnak a hatása alatt vagyunk, aki mindezt megváltoztatta. I oni su stvari nekako krenuli žene da pogrešno pristupaju ovoj temi na ovaj način. És megváltoztatták azt, hogy a nők másképp viszonyuljanak ehhez. Jelen az, hogy egy nagyon tri kontraverzne téme. És most elérkeztünk a három ilyen vitatárgya téma közül az egyikhez. Koje to uopšte nisu, ali smo ih mi načinili takvima. Ami valójában nem is vitatárgya, csak mi tettük azzal. Prva je da li žene mogu biti pastiri u crkvi. Az első az, hogy a nők lehetnek-e pásztorok a gyülekezetben. Druga je da li se mogu razvesti i po peti put venčati. A másik az, hogy lehet-e, elválhatnak-e ötször is, és újraházasodhatnak-e. Da li mogu izgubiti spasenje ili ne. Elveszíthetjük-e az üdvösséget, vagy nem. I sad se najnovije dodaj koliko ja smem piti, ili Pavle rekao Timoteju da uze malo vina. És manapság még hozzáadják ezekhez a vitás témákhoz azt is, hogy mennyit lehet inni, mivel Pál mondta Timóteusnak, hogy igyon egy kis bort. Mi ćemo se zadržati na ovoj prvoj temi. De ma most ennél az első témánál fogunk maradni. Imam pitanje za vas, sestre. Van egy kérdésem a számotokra, testvérnők.
Da li je neka od vas ikada imala ili izrazila želju da bude pastir crkve? Van-e közöttetek valaki olyan, aki kifejezte azt a vágyát, vagy szeretette volna valamikor gyülekezeti pásztor lenni? Mi sem izrazila želju, ali znaš, ja sam po toj misli vezende de Boru, koja je imala svog muža, koja je poštovala, ali je Gospod u određenom momentu ne podigao. I znala da je bila sudija, između ostalog i pastir sigurno, jedino ona. Možda u Novom Zavetu Akila i Prisila, kao primjer ovoga, njena ta služba je bila, on je bio puno povučen, ona je bila više govorila. A bili su bračni par koji su poštovali jednu drugu. Nisam nikad želela da budem pastir. Ali me Bog stavio takvu situaciju, da okupljam dobre ljude. U tom trenutku nisu imali nikoga ko bi vodio... Ta sam ja sad rekao upravo. ...od toga je devono postavio. Nisam želela to, veruj mi. Nisam uopšte želela. Dobro, neka se unesu zapisnik da nijedna od prisutnih nije digla ruku. Nisam želela. Tehát akkor most jegyzőkönyvbe vesszük azt, hogy egyik nő sem a jelenlevők közül nem emelte fel a kezét, hogy pásztor szeretne lenni. Vidíte, postoji grupa žena koja se protivi ovoj doktrini i oni koji se ne protive. Vannak olyanok, tehát egy olyan csoport, aki ez a doktrina ellen van, és olyanok is, akik ez mellett vannak. Pavel se obraća onim ženama koji se protive ovoj doktrini. Pál itt azokhoz beszél, akik ellenkeznek ezzel a tanítással. Pitanje za sve žene generalno koje žele da budu pastiri neke crkve. Tehát általában azokhoz a nőkhöz beszél, akik szeretnének gyülekezeti pásztorok lenni. Zašto to želite? Miért akarjátok ezt? Da li zbog službe ili titule? A szolgálat miatt, vagy pedig a titulus miatt. Da li želite služiti i žrtvovati se za stado? Szeretnétek-e magatokat odaadni és feláldozni anyáért? Ili želite korist, koji ta titula donosi? Vagy pedig hasznot szeretnétek, amit ez a titula hoz? Mi živimo u vremenu gde je prva asociacija na reč pastir? Mi olyan világban élünk, amikor az első asociáció, ami eszünkbe jut, amikor halljuk azt a szót, hogy pásztor. Znači, daću otkaz, više neću raditi. Akkor felmondok a munkahelyemen, és nem fogok többet dolgozni. Veću živeti na tuđe grbači. Hanem másoknak a hátán fogok élni. I zared to služba pastira? Hát ez lenne a pásztori szolgálat. Ovo podjednako važi za muškarce. És ez nem csak a nőkre, hanem a férfiakra is vonatkozik. Služba pastira je privlačna zbog benefita koje donosi. A pásztori szolgálat egyeseknek azért vonzó, mert valamilyen hasznot látnak benne. Za vašu informaciju, taj posao je najstresniji na svetu. Za vašu informaciju, taj posao je najstresniji na svetu. Tehát ez a munka a világnak a legstresszesebb munkája. Da se vratimo na tekst, jer prvo je stvoren Adam, a ne Eva. Visszatérve a szövegre, először Ádám lett teremtve, azután Éva. Jedan od razloga zašto žena ne može imati vlast nad muškarcem. Tehát ez az egyik oka annak, hogy a nő miért nem uralkodhat a férfi felett. Da bi bolje shvatili o čemu se radi, postavit ću vam jedno pitanje. Tehát, hogy jobban megértsük, hogy miről van szó, felteszek egy kérdést. Ki ima autoritet nad kim? Roditelj nad decom, ili deca nad roditeljima? Tehát, kinek van autoritása ki felett? A szülőknek a gyerekek felett, vagy a gyerekeknek a szülő felett? Vidite, neka pravila moraju postojati. Tehát valamilyen szabályoknak kell lennie. Pavle spominje Adama i Evu, i time nas postiče da se vratimo na početak. Itt Pál megemlíti Ádámot és Évát, és ezzel vissza szeretne minket vezetni a kezdetekre. Da vidimo kad je i kako pošlo po zlu. Hogy meglássuk, hogy hol is csúszott el a dolog a rossz irányba. Recite mi, da li je Bog stvorio Evu, da li je jednostavno podredio Adamu, i to je to?
vajon Isten csak megteremtette Évát, és alárendelte őt Ádámnak, és ez volt minden? Da li je Bog počinio na način da ona nema ama baš nikakvu ulogu autoriteta? Akkor ez azt jelenti, hogy őnek is semmilyen szerepe nincs az autoritásban? Da li Eva bila osoba koja ništa nije smela da kaže? Eva olyan személy volt, akinek semmit nem szabad volt mondania? Ili da da neki doprinos? Vagy hozhatott ő is valami hozzájárulást? Da li je bila samo tihi partner Adamu? Csak egy csendes partnere volt Ádámnak. Koja jednostavno radila sve što je Adam rekao. Aki mindent úgy csinálta, hogy Ádám mondott neki. Ili Pavel govori o nečem drugom. Vagy itt Pál valami másról beszél. Vidite, ritka ko se vrati na početak da razume ovu temu. Ritka megy valaki vissza egészen a kezdetekig, hogy megértse ezt a témát. Prva Mojsijeva 1.26-27. Első Mózes 26-27. Samo ćeš premisliti. Tada Bog reče. Ako resmo ta Išten. Hajde da načinimo čoveka na svoju sliku sličnog nama. Teremčunk embert a saját képünkre is hasonlatosságunkra. Primetite tu reč načinimo. Figyeljük meg ezt a szót, hogy teremčunk. Množina. Többes szám. Bog nije rekao samo sebi, hajde da načinim čoveka. Nem magában beszél, csak is azt mondta, hogy teremček. Rekao je da načinimo neko uz njega. Hanem többes számban beszélt, valaki tehát volt vele. Ovde vidimo savršen sklad trojstva. Itt látjuk a Szent Háromságnak a tökéletes egységét. Na svoju sliku sličnog nama. Tehát Isten a saját képére teremtett minket, tehát hasonlók vagyunk hozzá. Kako Bog ima telo, dušo i duh, tako i mi. Istennek is három része van, nekünk is úgy van testünk, lelkünk és szellemünk. Neka ima vlast nad ribama u moru. Uralkodjon a tenger halai fölött. I nad pticama na nebu. És az ég madarain. Nad stokom. A jószágokon. Na svom zemljom. Az egész földön. I nad svim stvorenjima kojeg mižu po tlu. Minden teremtményen, amelyek nyüzsögnek. Primetite samo reči vlast i nad. Tehát figyeljük meg ezt a két szót, hogy uralkodni valami fele. I Bog stvori čoveka na svoju sliku. Isten pedig az embert a saját képére teremtette. Da načinimo čoveka. Teremtsünk embert. Hebrejska reč je Adam. A héber szó az Ádám. I podjednako obuhvata i muško i žensko. Ez magába foglalja a férfit és a nőt is, tehát az ember szó. Ne reč za pojedinačno, već zajedno. Nem külön-külön, hanem együttesen. Zajedno su stvoreni na Božju sliku. Együttesen Isten képmására lettek teremtve. Ženi je data moć. A nő is kapott valamilyen hatalmat. Pravo i autoritet. Jogokat és autoritást. Da vlada nad i upravlja nad svemu stvorenom. Hogy ő is ugyanúgy uralkodjon minden teremtmény fölött. Ali zajedno sa muškarcem. De a férfivel együtt. Oboje su imali podjednak autoritet vladavine. Mind a kettőknek ugyanolyan hatalmuk volt autoritásuk. Da li je ženi potpuno oduzeta uloga autoriteta? Tehát ez azt jelenti, hogy tehát a nőnek el van véve az autoritási lehetősége? Naravno da nije. Természetesen, hogy nincs. Ali zajedno sa muškarcem. Hanem mindent a férjével együtt kell, hogy tegyen. Prva Mojsijeva 5.12, kada je Bog stvorio čoveka. Első Mózes 5.12, amikor Isten megteremtette az embert. Načinio ga je sličnog sebi. Hasonlóvá teremtette őt önmagához. Stvorio je muško i žensko. Teremtett férfit és nőt. I blagoslovio ih. És megáldotta őket. A kada ih je stvorio, nazvao ih je čovek. Amikor megteremtette őket, akkor embernek nevezte el őket. Čovek je podjednako i Adam i Eva. Tehát az ember, az a férfi is, és a nő is, Ádám is, és Éva is. Prva Mojsijeva 2.18, onda Bog reče. Első Mózes 2.18, akkor ezt mondta Isten. Nije dobro za čoveka da bude sam. Nem jó az embernek egyedül lenni. Načinit ću mu pomogača, kao što je on. Teremtek hozzá illő segítőtársat, amely olyan, mint ő. Načinit ću mu roba
ili pomagač? Robot teremtek neki, vagy segítőt? Nekoga, ko će mu pomoći. Valaki olyant, aki segítségül lesz neki. Neko, ko će mu biti asszisztent. Aki az asszisztense lesz. Koji će stati uz njega, biti uz njega. Aki mellette fog állni és vele lesz. Vidite kako je uloga žene i tekako važna. Látjátok, hogy mennyire fontos a nőnek a szerepe. Žena zajedno sa muškarcem vlada stvorenjima. Az asszony a férfival együtt uralkodik a többi teremtményeken. Ali pod autoritetom muškarca. De a férfinek az autoritása alatt. Odnosno onoga kome je dodeljena. Az alatt, akinek, tehát aki mellé Isten rendelte őt. Tu crtu žena ne sme da pređe. Ezt a határt nem szabad átlépni a nőnek. Drugim rečima nema zamena uloga. Nem cserélheti ki egymásnak a szerepét. I da vidimo malo popliže tu reč pomagač. Nézzük meg egy kicsit közelebbről azt a szót, hogy segítő. I upravo to znači pružiti pomoć. Épp azt jelenti, hogy segítséget nyújtani. Ali originálus se pojavljuje i reč prikladan. De az eredetiben az a szó is szerepel, hogy hát illő, illendő. Neko ko odgovara potrebi, zahtevu ili svrsi. Aki megfelel az adott célnak, vagy cílu ili zahtevu. Követelménynek. Vidite, žena je oblikovana kao pomagač na taj način. A nő úgy lett teremtve, hogy olyan módon legyen segítőtárs. Da zadovolji i susretne potrebe određene osobe. Hogy valaki egy konkrét személynek a szükségletein tudja szolgálni. Odnosno Adama u ovom slučaju. Tehát ebben az esetben Éva Ádámét. Kako bi ta osoba ispunila svoje dužnosti ili odgovornosti? Hogy ez a személy el tudja végezni a saját feladatait és felelősségét. Drugim rečima, Evina uloga je bila da pomogne Adamu u njegovoj ulozi. Tehát Évának az volt a feladata, hogy segítsen Ádámnak az ő feladataiban. U njegovoj ulozi autoriteta, vođe i glave. Ami pedig az autoritás volt, és hogy ő volt a fej, a vezető. Kao što žena i danas treba da pomogne mužu da bude glava porodice. És ugyanígy van ma is, hogy a feleségeknek segíteniük kell a férjüket az autoritásban. Ili starešina u crkvi. Vagy pedig a gyülekezeti véneknek. Da mu pomogne da izvrši svoju ulogu. Hogy segítsenek a nők nekik az ő helyüket betölteni. Ne da mu odmaže tako što će hteti preuzeti taj autoritet. De nem úgy, hogy el akarják tőlük venni ezt az autoritást. I ulogu vođe. És a vezetőnek a szerepét. To vidimo današnje žene koji kontrolišu svoje muževe i pastore. Látunk sok ilyen nőt manapság, akik a férjüket kontrollálják, vagy a pásztoraikat. Tako reći neke senke upravljaju crkvom. És valójában így az árnyékból ők a gyülekezetet is irányítják. Vidite, ako žena pomaže mužu u njegovoj ulozi. Tehát, hogyha a nő segíti a férfit az ő szerepében. Automatski pomaže i sebi. Akkor ezzel automatikusan saját magának is segít. Zašto? Jer njegovo vodstvo uključuje nju. Miért? Mert ez a vezetés őt magát is ebbe belefoglalja. Pomaže mu da je vodi. Segít neki, hogy vezessen. Koliko je danas hrišćanskih žena koji pomažu svojim muževima da ih vodi? Hány olyan keresztény feleség létezik manapság, akik segítenek a férjüknek abban, hogy őket vezessék? Kamo sreće da su nas ovom učili ranije. Kár, hogy ezt nem tanították még nekünk korábban. Pa ne bi imali ono što sad imamo. Akkor nem lenne ez, ami van. 1. Mojsijeva 2.19.20. Tada Gospod Bog. Tehát 1. Mozes 2.19.20. Akkor az Úr Isten. Od zemlja oblikova sve životinje i sve ptice. A földnek a porából megteremtette a zemlje. Da. Sve životinje i sve ptice. Földből teremtette
az állatokat és a madarakat. Pa ih dovede pred čoveka. És oda hozta az ember elé. Da vidi kako će ih ovaj nazvati. Hogy meglássa, hogy fogja elnevezni. I kako god je čovek nazvao neko živo biće. És ahogyan az ember elnevezett valamilyen élőlényt. Tako mu je bilo ime. Az lett a neve. Pa Adam je bio prilično pametna osoba s obzirom da je tolike životinje nazvao po imenu. Úgy látszik, hogy Ádám elég okos ember volt, ha ennyi állatnak nevet tudott adni. Ale za človeka se ne nađe pomagač kao što je on. De ezek között nem talált magához illő segítőtársat. Ni među životinjama, ni među pticama. Se a szárazföldi állatok között, se a madarak között. Od svega što je stvoreno za Adama se nije mogao naći niko prikladan. Tehát egy állat, teremtett állat közül se volt egy hozzáillő se Ádámhoz. Da mu pomogne u ulogama i zadacima koji su mu dodeljeni. Hogy segítsen azokban a feladatokban és szerepekben, amiket Isten rábízott. A koji mu je to zadatak poveren? De milyen feladat lett rábízva? Pa da vlada nad svim stvorenjima. Hogy uralkodjon az összes teremtményen. Ali to Adam nije mogao bez pomoćnika. Ádám ezt nem tudta megtenni segítség nélkül. Što znači da čovjek ne može bez žene. Tehát így a férfi nem lehet nő nélkül. Što znači da hrišćani ne može bez hrišćanke. Tehát a keresztény férfiak sem tudnak a keresztény nők nélkül lenni. Žena se izdvojila od svega, jer ona nije stvorena s namerom da bude poput životinje. Isten, izvini. Žena se izdvojila iz svega, jer nije stvorena sa namerom da bude poput životinje. Igen, az asszony az külön lett választva az összes többi teremtmény közül, mert nem úgy lett teremtve, mint az állatok. Da bude potpuno podčinjena muškarcu. És úgy lett teremtve, hogy az a férfi alá legyen rendelve. Drugim rečima, žena nije stvorena da bude rob muškarcu. De nem úgy lett teremtve, hogy a férfinek a rabja legyen. Csak nažalost i ovo žene iskoristavaju. Sajnos még ezt is kihasználják a nők. Vidíš, já ti nisam rob, nisam ti rob. Hogy mondják a férfinak, hogy én nem vagyok a te rabod. Vidíte, životinje su poput roba, podčinjene, potpuno su podčinjene nama. De az állatok azok teljesen alán vannak rendelve, mint a rabok. Žena nije u toj kategóriji, njen uloga je pomagač. De a nő nem ebbe a kategóriába tartozik, hanem az ő szerepe a segítő. Da pomogne Adamu u ulozi vođe. Hogy segítsen Ádámnak a vezető szerepben. Vidite, oni su zajedno dobili autorite da vladaju. Ők együtt kapták meg ezt a feladatot, hogy uralkodjanak. Ali svako sa svojim ulogom. Mindenki a saját szerepével. Adam kao vođa i glava. Ádám, mint vezető és fej. A Eva da mu pomogne u tome da bude vođa i glava. Eva pedig arra lett szánva, hogy ő segítsen Ádámnak lenni a vezető és a fej. Kažem, da smo ovo ranije naučili, ja mislim da bi izbjegli mnoge probleme u kršćanstvu. Ha ezt korábban megtanultuk volna, akkor sok problémát ki tudtunk volna kerülni a kereszténység. Mert žena ne zna svoju ulogu. Mert a nő nem tudja, mi a szerepe. Zato što su neke američke feminiskinje učile drugačije. Mert némely amerikai feministák másképpen tanították ezt. Žene, vi ako pomožete muškarcu, vi pomožete sebi. De nők, ti, ha segítetek a férfiaknak, akkor ezzel önmagatoknak is segítetek. Most már azt nem mondja, de az vodi bez pomoci. És a férfi nem tud benneteket vezetni a ti segítségetek nélkül. 22. strich. Od rebra izvedenog iz čoveka Gospod Bog sazda ženu. 23. vers. Tehát a od rebra izvedenog iz čoveka. A férfinek a bordájából, amit kivett, abból teremtette Isten Évát. Gospod sazda ženu i dovede je pred čoveka. Isten megteremtette a nőt, és odahozta a férfi elé. Ova reč rebra znači sa strane. Tehát a borda azt jelenti, hogy az oldalából. 23. stih, čovek reče, evo nazad kosti od mojih kostiju. És akkor Ádám azt mondta, hogy ez az én csontomból való csont. I tela od mog tela. És az én testemből való test. Neka se zove žena, jer je iz čoveka uzeta. Legyen a neve asszony, mert a férfiből lett véve. Žena na hebrejskom je isha. A héberül a nő az isha.
a čovek je iš. Férfi pedig is. Što znači da je žena iz čoveka uzeta. Tehát ez azt jelenti, hogy a nő a férfiből lett kivéve. Ali najtačniji izraz bio bi došla je iz utrebe čoveka. Unutrašnjosti, utreba. Aha. Tehát más szóval a férfinek a belsejéből lett kivéve. Izašla iz mene. Belőlem jött. Moja žena. Az én feleségem. Deo je mene. Az én részem. Jedno je sa mnom. Egy velem. Imamo istu prirodu. Egy természetünk. Imamo isto dostojanstvo, istu vrednost. Ugyanaz a tiszteletünk és értékünk van. Ne može biti manje vredna ili izašla iz mene. Attól nem lett kevésbé értékes, hogyha belőlem jött ki. I primetite vi tutu suštinsku jednakost čoveka i žene? Értitek azt, hogy az értékük a férfinak és a nőnek ugyanaz. Ista vrednost u očima Boga. Isten szemében ugyanolyan értékesek vagyunk. Vama kad Bog kaže podredite se muškarcu, da li vas ponižava time? Ha Isten azt mondja nektek nők, hogy rendeljétek magatokat alá a férfiaknak, akkor ez megalázó hangzik? Ne, vi sama izvršavate svoju ulogu, koju vam je Bog dao. Ez nem megalázó, hanem csak azt a szerepet töltitek be, amelyet Isten rátok bízott. Kao što Bog sa druge strane nije dao Adamu taj autoritet da bude vladar nad Evom i da ona bude njegov rob. És tehát Isten Ádámnak nem azt a szerepet adta, hogy Éva az ő rabszolgaként uralkodjon felette. I nastavak nije Adam zaveden, žena je bila zavedena i učinila prekršaj. Tehát Éva lett félrevezetve, és ő tett valamit az ellen, amit Isten mondott. Nije Adam bio zaveden, žena je bila zavedena. Nem Adam lett félrevezetve, hanem Éva is a nő. Prva Mojsijeva 3 od 1 do 7. Első Mózes 3. rész 1-től 7-ig. Zmija je bila lukavija od svih divljih životinja koje je Gospod Bog načinio. Vidite, mi imamo posla sa divljom životinjom. Tehát a kígyó minden földi állatnál gonoszabb volt, itt mi egy vadállattal. A divlja životinja nije prijateljski nastrojena. Tehát a vadállatok azok nem barátságosan jönnek hozzánk. Ona upita ženu. Zar je Bog zaista rekao, ne smete da jedete ni sa jednog drveta u vrtu? És ezt mondta az asszonynak. Igaz az, hogy a kert egy fájáról sem ehettek? Primetite tu reč ne smete, to označava nužinu. Tehát ez a szó, hogy ehettek, vagy nem ehettek, az többes számban van írva. Smemo da jedemo plodove sa drveća u vrtu, odgovorio je žena zmiji. Akkor az asszony azt válaszolta a kígyónak, hogy ehetünk a kert fájról. A zašto je žena odgovorila zmiji? Miért az asszony válaszolta kígyónak? Za nije to treba Adam da uradi. Nem Ádámnak kellett volna válaszolni. Ali smemo da jedemo plodove sa drveća u vrtu. Szabad ennünk a kert fájról. Ali za plod sa drvete koje je nasred vrta Bog je rekao. De arról a fáról, amely a kert közepén van, Isten ezt mondta. Da ga niste jeli. Ne egyetek róla. Ne dirajte ga. Ne érintsétek meg. Da ne umrete. Hogy ne haljatok meg. A množina. Tehát ez többes számban van mondva. Tehát az miért reče zseni, ne, nećete umreti, opet množina. Akkor a kígyó ezt mondta az asszonynak, nem, nem fogtok meghalni, itt megint többes számban beszél. Nego Bog zna, kada budete jeli sa njega, hanem Isten tudja, hogyha eztek róla, otvorit će mu se oči i bit ćete kao Bog. Akkor megnyílnak a szemeitek, és olyanok lesztek, mint Isten. Razlikovat ćete dobro i zlo. Meg tudjátok különböztetni a jót és a rosszat. Žena vide da je drvo dobro za jelo. És az asszony látta, hogy ez kívánatos ez a gyümölcs. Da primavnjivo izgleda. Hogy csábítóan néz ki. I da je poželjno zbog mudrosti koju može dati. És az miatt is, hogy bölcsességet tud adni. Pa ubra plod sa njega i pojede ga. Ezért leszakította a gyümölcset és megette. I dade svom mužu koji je bio sa njom. És adott a vele levő férjének is. Pa je i on jeo. És itt ő a férfi se vett. Tada se i njemu otvoriše oči i oni spoznaše da su goli. De akkor megnyíltak a szemeik és meglátták, hogy mezítelnek. Krenemo od prvog stiha, primetite taj izraz ne smete da jedete. Ha visszatérünk az első verse,
vegyétek észre, hogy ott volt az a kifejezés, hogy nem szabad ennetek. Zmienie rekla, ne smieš, vagy ne smete. Nem azt mondta, hogy nem szabad enned, hanem nem szabad ennetek. És az znači, da je Adam bio prisutan. Tehát ez azt jelenti, hogy Ádám is jelen volt. Šesti stih kaže, i dade svom mužu, koji je bio sa njom. És a hatodik versben pedig mondja, hogy Éva adott a vele levő férjének, tehát aki ott volt mellette. Iako su bili zajedno, ispostavilo se kao da Adam nije bio tamo. Annak ellenére, hogy együtt voltak jelen, úgy tűnik, mintha Ádám nem is lett volna ott. I danas u hrišćanskim brakovima imate muža, ženu i zmiju. A manapság is ott van a keresztény házasságokban a férfi, a nő és a kígyó. Šta je Eva odgovorila? Mit válaszolt Éva? Nije rekla smem, nego je rekla smemo. Nem azt mondta, hogy szabad nekem, hanem szabad nekünk. Da jedemo plodove. Elnünk ezeket a gyümölcsöket. Sve što je zmija i sve što je Eva rekla, Adam je čuo. Mindazt, amit a kígyó mondott és Éva mondott, Ádám hallotta. Šta još Eva odgovorila? Mit válaszolt még Éva? Ali za plod sa drveta koje nasred vrta, Bog je rekao. Tehát arról a fáról, ami a kert közepén van, Isten ezt mondta. Da ga niste jeli. Ne egyetek róla. Ne dirajte ga, da ne omrete. Ne érintsétek meg, hogy ne halljatok meg. Jó, jó, odgovor, Adam čuo. Ezt a választ is hallotta Ádám. Oszlusao je ceo razgovor između zmije i Eve. Végig hallgatta az egész beszélgetést, ami lezajlott a kígyó és Éva között. I nije rekao ništa. Semmit nem mondott. Bio je pasivni posmatrač. Csak egy passzív szemlélő volt. Zmije razgovor je bio direktno usmeren ka Evi. Tehát a kígyó direkt Évához beszélt. Gde i zašto je Adam zakazao, pa izgrešio? Hol botlott el Ádám, hol vétkezett? U tome što je dozvolio ženi da preuzme autoritet. Ott, hogy megengedte Évának, hogy átvegye az autoritást. I što je dozvolio ženi da vodi razgovor sa zmijem. És hogy megengedte Évának, hogy beszédbe bonyolódjon a kígyóval. I kao rezultat, čovek i svet su uništeni. És ennek a következménye az lett, hogy az egész világ tönkrement. Šta je bila Evina greška? Mi volt Évának a hibája? Ona je uzurpirala Adamov autoritet i položaj vođe. Átvette Ádámnak az autoritását, és ő lépett a vezető helyére. I preuzela glavnu ulogu u razgovoru sa zmijom. És átvette a vezető szerepet a kígyóval való beszélgetésben. Oboje su zakazali. Mindketten, tehát nem vizsgáztak le. Umesto da je rekla Adam interveniši, ti si muško, ti si vođa, ti vodi ovaj razgovor sa zmijom. Ahelyett, hogy Éva átadta volna a szót Ádámnak, és azt mondta volna neki, hogy te beszélj inkább a kígyóval. To je tvoja uloga, ne moja. Ez a te feladatod, nem az enyém. To je Adam treba da uradi. Umesto da je rekao, slušaj, to je moja žena, ne razgovaraj sa njom, razgovaraj sa mnom, ja sam vođa. Tehát Ádámnak kellett volna megmondani Évának, hogy ne te beszélj a kígyóval, mert én vagyok a vezető, én vagyok a, ez az én feladatom. Jeste, to je Bog rekao, i to je tako, i gubi se od nas. Azt kellett volna mondani, hogy Isten ezt meg ezt mondta, és takarodjim tőlem. E, pa Adam je to prečutao, žena preuzela razgovor, i evo nas posle 6000 godina trpimo te posledice. De Ádám nem ezt tette, megengedte a nőnek, hogy átvegye az autoritást, és mi 6000 évvel később még mindig ennek a következményei miatt szenvedünk. Zašto je Eva bila zavedena? Miért volt Éva félrevezetve? I zašto je zmija izabrala baš nju za razgovor? Miért választotta ki a kígyó éppen őt a beszélgetésre? Roboj su bili u brtu, ali je zmija razgovarala s Evom. Mindketten ott voltak a kertbe, de a kígyó éppen Évával akart beszélgetni. Evo zašto. Prva Mojsijeva 2.16. Ezért, tehát az első Mózes 2.16. Gospod Bog zapovedi čoveku. Az Úr Isten megparancsolta a férfinek. Sa svakog drveta u vrtu slobodno jedi. Minden fáról a kertbe szabadon ehetsz. Ali sa drveta spoznanja dobra i zla da nisi jeo. De a jó és a rossz tudásának fájáról nem szabad enned. Jer ako budeš jeo sa njega, sigurno ćeš umreti. Mert ha eszel róla, akkor bizony meghalsz. Šta tu primotimo? Mit veszünk itt észre?
Bog je ovu zapovest dao Adamu dok još Eva nije bila stvorena. Ezt a parancsolatot Isten Ádámnak még akkor adta, amikor Éva nem is lett megteremtve. Znači, Eva ovu zapovest nije čula direktno iz Božjih usta. Ezt a parancsolatot Éva nem hallotta direkt Isten szájából. Vagy preko Ádáma. Hanem Ádámtól. Bog je dao zapovest Ádámu, koju je on prenao Evi. Isten adott egy parancsolatot Ádámnak, amit ő aztán átadott Évának. Zmija je to znala. És a kígyó ezt jól tudta. Iskoristila mogućnost da na taj način zavede i prevari Evu. És kihasználta ezt a lehetőséget, hogy ilyen módon becsapja Évát. Bog je Ádámu ostavio i dodelio odgovornost. Isten Ádámnak azt a felelősséget hagyta. Da prenese Evi upute šta može, a šta ne može činiti u vrtu. Hogy átadja Évának, hogy miket szabad és miket nem szabad tenni a kertben. Drugim rečima, Eva, vrt nam je na raspolaganju, možemo jesti sve, ali sa ovog drveta ne smemo jesti. Tehát csak, tulajdonképpen csak annyit, hogy itt van ez a sok fa a kertben, mindegyikről lehetünk, csak erről az egyről nem. Sa svakog drveta možemo jesti, osim sa drveta spoznanja dobra i zla. Minden fáról lehetünk, kivéve a jó és a rossz tudásának fájáról. Verovatno se Eva pitala zašto. Lehet, hogy Éva megkérdezte, hogy miért. Most azt, hogy danas mi pítamo, zašto se bar malo ne možemo opeći u svet. Mi is ma megkérdezhetjük, hogy miért nem süthetjük meg magunkat legalább csak egy kicsit a világgal. Zašto mi je Bog nešto zabranio? Miért tiltott meg nekünk Isten valamit? Zato što je Bog tako zapovedio. Hát azért, mert Isten ezt parancsolta meg. Jer će mu protivnom Eva oboje umreti. Mert egyébként mindketten meghalunk. E tako je Eva saznala za tú zapovest. Így tudta, hallott Eva erről a parancsolatról. Nije čula direktno iz Božjih usta, već preko, tako reći, druge ruke. Tehát nem első kézből, hanem másod kézből hallotta ezt a parancsolatot. Razlog zašto je Bog zabranio baš to drvo. És az ok, hogy miért tiltotta meg Isten pont ezt a fát. Jer je želeo, sa govorim generalno. Tehát most általánosságban beszélek, azért, mert azt akarta, da mu verujemo i oslonimo se na njega. Hogy higgyünk neki, és rátámaszkodjunk. Da nas on poduči šta je ispravno, šta ne. Hogy ő tanítson meg bennünket arra, hogy mi a helyes és mi nem. Umesto da mi sami odlučujemo za sebe. Ahelyett, hogy mi saját magunk döntenénk el. Danas čovjek sam odlučuje šta je dobro, a šta nije. Manapság az emberek maguk akarják eldönteni, hogy mi a számukra jó és mi nem. Vidite, zmijina namera je bila da natera Evu da posumnja ono što je Bog rekao. A kígyónak az volt a szándéka, hogy Éva kételkedjen abban, hogy Isten jó szándékkal van iránta. Ali ne samo da posumnja u Boga. Nem csak az, hogy Istenbe kételkedjen. Bez da dovede u pitanje čak i Adamov integritet. Hanem, hogy kétségbe vonja Ádám integritását is. Njegovu autoritet i iskrenost. Az ő autoritását és őszinteségét. Uzimajući plod sa drveta spoznanja. Tehát venni egy, levenni egy gyümölcsöt a jó és a rossz tudásának fájáról. Značilo je, da je Eva sumljala u svog muža. Ez azt, azzal azt fejezte ki Éva, hogy nem bízott, vagyis kételkedett a saját férjében. I sumljala je u to, da li je ono što je Adam prenao ispravno ili ne. És abban is kételkedett, hogy az, amit Éva, vagyis Ádám átadott neki, az helyesebb vagy nem. Šta smo videli već na početku, pre 6000 godina? Mit láttunk mi a kezdeteken, tehát 6000 évvel ezelőtt? Várnice između muža i žene. Tehát összetűzést a férfi és a nő között. Sa tome je pametan, on je vrlo dobro ukapirao da mora uništiti njihov odnos. A sátán nagyon okos volt, és tudta, hogyan kell tönkretenni a köztük való viszonyt. Prenogost uništi svet. Mielőtt tönkretette volna az egész világot. Isto taktiku koristi i danas sa velikim uspehom. Ugyanezt a taktikát a mai napon is nagy sikerrel használja. Uništava zajedništvo sa Bogom. Tönkreteszi az Istennel való kapcsolatokat. Odnos između muža i žene. A férfi és a nő, vagyis a férj és a feleség közti viszony. Roditelja i dece. A gyerekek és a szülők közti viszony. Szívesen mi ponosztod a dolgi iskuszívű.
mindannyian bár valamit megtapasztaltunk már ezek közül. Jedna od njegovih najubitačnijih taktika je uništavanje domova. Az egyik legjobban sikeres taktikája, amit használ a tehát családokban. Uništavanje domova. Vagyis hát a családoknak a megsemmisítésében. Pogotovo porodice sa decom. Különösen azokban, ahol a családokban, ahol gyerekek is vannak. Znamo koliko uništi odnos muža i žene. Tudja, hogy amennyiben sikerül neki megrontani a férj és a feleség közti viszonyt. Tako će uništiti mentalno i duhovno zdravlje dece. Akkor a gyerekeknek a mentális és a szellemi egészségüket is tönkreteszi. Stvarajući nepodobne ljude koji uništavaju društvo. És olyan emberek lehetnek belőlük, akik aztán a társadalmat tönkreteszik. Szóval to znao prvog dana. A sátán ezt már az első naptól fogva tudta. U crkvi napada pastire, u domu napada očeve ili supruge. A gyülekezetben támadja a pásztorokat, a családokban támadja a férjeket vagy apákat. Ako uspe da uništi odnos između muža i žene, pobedio je. Amennyiben sikerül neki tönkretenni a férj és a feleség közti viszonyt, akkor már győzött. Ja, ti me zna, da ću uništiti decu. Mert azáltal tudja, hogy a gyermekeket is tönkreteszi. I rijetko koje dete u takvim okolnostima sledi Boga. Rijetko koje. Nagyon ritka az ilyen esetekben az olyan gyermek, aki továbbra is követi Istent. Sad ćemo završiti. Ja, befejezzük. Mi poput Adama i Eve. Mi is Ádámhoz és Évához hasonlóan. Također slušamo Satanino šaputanje i njegov glas. Hallgatjuk a sátánnak a suttogását, amit a filmben mond. Njegove predloge. Az ő javaslatait. Nažalost njegova vodstva. Vezetését is sajnos. U tolikoj meri da sve manje čujemo i da smo sve manje u stanju čuti Božji glas. Olyan mértékben, hogy mind kevesebbet és kevesebbet halljuk Isten hangját. Došli smo do toga da nas nije briga šta Bog kaže o braku. És addig jutottunk, hogy már nem is érdekel bennünket, hogy mit mond Isten a házasságban. To nas više nije briga. Nem érdekel bennünket többé. Nije nas briga o tome da je Bog rekao da se žene podređivaju svom mužu. És nem érdekel bennünket többet az, hogy azt mondta, hogy a feleségek rendeljék magukat alá a férjüknek. U tome šta Bog kaže o ljubavi prema muškarca, prema ženi. És azzal kapcsolatban sem, hogy mit mond Isten a férfiaknak, hogy szeressék a feleségüket. Malachia 2.15. Malachiás 2.15. Šta je Bog rekao, ja mrzim razvod. Isten azt mondta, hogy gyűlölöm a válást. Zašto? Zato što Bog želi pobožno potomstvo. Miért? Azért, mert Isten félő utódokat szeretne. A razvod uništava to pobožno potomstvo. A válás tönkreteszi ezt az Isten félő utódokat. Zadnja rečenica, 1. Mojsijeva 3.17. És az utolsó mondat, első Mózes 3.17. Onda reče čoveku. Ezt mondta az embernek. Zato što si poslušao svoju ženu. Azért, mert hallgattál a feleségedre. I jeo sa drveta za kojeg sam ti rekao. És ettél arról a fáról, amelyről azt mondtam. Pardon, zapovedio. Parancsoltam. Ja sam pogrešio, nije rekao, nego zapovedio. Nem mondta, hanem parancsolta. Da sa njega nisi jeo. Hogy ne egyél róla. Neka je zemlja prokleta zbog tebe. Ezért a föld legyen átkozott te miattad. Zašto je zemlja postala prokleta? Miért lett a föld átkozott? A zato što je Adam poslušao svoju ženu. Azért, mert Ádám hallgatott a feleségére. To je bio Adamov greh. Ez volt Ádámnak a bűne. Inače, jedna od reči, ove reči prokleta u definiciji je gađenje. Tehát az átkozott szónak az egyik jelentése valamitől undorodni. Zemlja je postala mesto koje nam se gadi svima. Tehát a föld egy olyan helyé vált, amitől undorodunk mindannyian. Umesto da se Adam umešao, tehát ahelyett, hogy Ádám beleszólt volna,
umjesto da je zaustavio taj razgovor između njega, između Eve i zmije. Ahelyett, hogy megállította volna azt a beszélgetést a kígyó és Éva között. Umjesto da je zaštitio Evu od zmije. És ahelyett, hogy megvédte volna Évát a kígyótól. On je odlučio da posluša ženu, a ne Boga. Úgy döntött, hogy a feleségére hallgat, és nem Istenre. I evo posledica i dan danas. És itt vannak a mai napig is annak a következményei. I Adam i Eva su imali podjednak autoritet da vladaju nad stvorenjima. Adamnak és Évának is egyenlő hatalma volt a teremtmények fölött. Pomozite svom mužu ili pastiru da uspešno izvrši tu ulogu vođe. Segítsetek a férjeteknek, vagy a pásztorotoknak abban, hogy betöltse ezt a vezetői szerepet. Ne slušajte današnje takozvane savjetnike. Ne azokra az úgynevezett tanácsadókra hallgassatok. Koji će umanjiti vašu ili muškarčevu ulogu. Akik, tehát lekicsinyítik a ti szerepeteket, vagy a férfi szerepét. Ne slušajte nikakvu psihologiju, nikakvu psihijatriju. Nem a pszichológiát, vagy a pszichiátereket kell hallgatni. Bog je tačno ovu modeljku rekao kako i na koji način. Azért, mert Isten az ő igéjében megmondta a módszert, hogy eljárjunk. Hvala, pa ćemo sljedeći put nastaviti o tome da li žena može da uči ili ne u crkvi. Amen. Legközelebb pedig arról lesz szó, hogy a nők a gyülekezetben taníthatnak-e.